sokáig benne voltál a Kerge városban, ugye a Michael J. Fox szitkomjában. Mennyire áll közel hozzád ez a műfaj? Na, nagyon szeretem. Megint csak azt mondom, hogy az amerikaiak baromi jól vannak megírva, tehát eltekintve azoktól a specifikus, aktuális, lokális poénoktól, amit egy magyar néző nem feltétlenül ért meg, mondjuk gondolok itt a politikai dolgaikra, vagy társadalmi dolgaikra, ami nekünk nem mond semmit. De a többi poén az nagyon közel áll hozzá, mert ezeknek is azért a többsége inkább fekete humorú, és a Kergeváros is egy ilyen humorvilágú sorozat volt, úgyhogy hát ezeket nagyon jó mondani, és zseniálisan profin adják elő. Tehát tényleg sokan hiszik azt, hogy a komikus színészet az egy könnyebb műfaj, de ugye sokan elmondták már, hogy komolyan csinálni és jól csinálni, az talán még nehezebb, mint a drámát. Úgyhogy nekem minden tiszteletem az ilyen színészek előtt, akik ezt ilyen magas szinten űzik. Úgyhogy én nagyon szerettem rendezni is az ilyen sorozatokat, volt egy-kettőhöz szerencsém, meg részt venni is benne. Azért is jó ezeket, mert tényleg annyira nem tartanak tiszteletben semmit, amit az életünk folyamán nem engedhet meg szinte senki magának, hogy úgy beszéljen valakiről, vagy úgy beszéljen valakivel, ahogy ezekben a filmekben sokszor a szereplők beszélnek egymással, és ezt jó egy kicsit így kiengedni a gőzt, hogy azt mondod az anyádnak, amit, és úgy. És persze sokszor érezzük ezt az életben, hogy én most legszívesebben ezt mondanám, de ezek miatt a társadalmi szabályok miatt ezt nem tesszük meg, ezekben meg ki lehet élni. És a konzervnevetés az segít? Hát a konzervnevetés, nevetést azt meg kell szokni, tehát van, akit zavar, engem nem szokott, bár hozzáteszem, hogy jobban szeretem az olyan szitkomokat, amiket élőnézők előtt vesznek föl, hiszen van ilyen is, hogy egy színházteremben adják elő az egész epizódot, és csak a jelenetváltások alatt átrendezik a színpadot, és tehát mint egy színházi előadást úgy veszik fel magát a filmet, és azért azt mindig lehet hallani, hogyha élő nézők vannak, sokkal természetesebb a reakció, nem röhög az egész, csak egy-kettő ember, vagy van, aki hamarabb érti meg a poént, az már fölröhög, a többi csak egy kicsit később. Szóval azok jobbak, bár most már azt hiszem, ez is ott is ritka, hogy így vegyenek föl, mert nyilván költségesebb műfaj, mint konzervnevetést rávágni. És a rendezéseid közül milyen emlékeid vannak a Nikivel kapcsolatban? Hát az egy ilyen sorozat volt, amit nagyon szerettem, ugye egy striptease táncos lányról, vagy egy ilyen rúd táncos lányról szólt, és a barátjáról, aki pedig pankrátor volt, crybaby, síró csecsemő, és hát kigúnyolt ezt az egész amerikai showbizniszt. Tehát a pankrációtól kezdve a televíziós műfajok, mindenki volt abban a sorozatban gúnyolva, miközben két amerikai fiatalt láttunk, 20 éves amerikai fiatalokat, akik megpróbálnak 5-ről a 6-ra jutni, pénzt keresni, boldogulni, gyereket vállalni, családot alapítani. Tehát hétköznapi problémák sorozata, de egy mondat nem volt komoly. Tehát amikor már elérzékenyültél, mert valami szép dolgot mondott a pasi a lánynak, a következő pillanatban így zúzták keresztbe egy poénnal. Én ezt is szeretem, mert szerintem az életet egy kicsit így kell kezelni sok esetben, hogy így nem kell túlzott komolyságot tulajdonítani neki, vagy nem kell túlzottan komolyan hozzáállni, és arról még nem is beszélve, hogy ebben a sorozatban a Nikita Zakariás Évi szinkronizálta remekül, a pasiát, a pankrátort pedig a Gesztesi Karcsi, és nagyon, nagyon, vagy a Holnándi? Én a Holnándorra emlékszem. Jaj, bocsánat, a Gesztesi Karcsi egy másik, igen, volt egy másik, amiben a Gesztesi is szinkronizált, ezt most összekevertem, igen. Egy másik hasonló szitkom volt, amiben a Gesztesivel dolgoztam, mint rendező, ő is nagyon jó volt, de ebben a Holnándi volt, bocsánat, igen, a pankrátor srác is.
Nem, ez bevállalom. Hát figyelj, tudod, mikor volt ez? Nagyon régen, nem emlékezhetek mindenre. 2001. Igen, és ezek ugye összekavarodnak az emberben. Tehát te, benned, mint rendező, csak az maradt meg, hogy egy adott szitkomban, nem is egy adott szitkomban, hanem egy szitkomban nagyon jó volt a Gesztesi is, meg a Holnánd is. És azt hiszem, még a karakterük is hasonló volt. Igen, most már kezd rémleni, hogy a Gesztesi egy ilyen nagy darab, állandóan evő figura volt abban a filmben, de most meg ne kérdezz, hogy melyikben, és nagyon-nagyon sokat poénkodott, vagy nagyon sok poén volt. És azért kevertem össze, mert a Pankrátor srác is egy nagy darab volt, és őt meg a Holnándi szinkronizálta, és nagyon jó volt mind a kettő. Úgyhogy... És amíg Gesztesivel készült, az is rövid életű volt, mert ennek a Nikinek 10 pár rész. Igen, igen, azt hiszem, az sem volt hosszú, vagy legalábbis én nem rendeztem több évadon keresztül, amennyire visszaemlékszem. És én még a menedzserére emlékszem, akit Tarján Péter szinkronizál. Igen, 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 igen. A Pankrátor menedzser. Igen. Igen. Hát ez az meg abszolút pofán találta a Petit az a szerep, szóval ez a kicsit ilyen katonás, kemény legény, mint egy kápó úgy uralkodott a Pankrátorain, de aztán mindig kiderült, hogy van szíve, és hogy igazából egy csomó minden meghatja, csak nem mutatja, és ezt nagyon, nagyon jól adotta meg a Peti. És milyen szitkomokban szinkronizáltam még, mert én csak a Kergyavárost találtam, így a munkásságból. Hát olyan, tehát általában ez úgy van, hogy rengeteg, ugye ezekben a szitkomokban nagyon sok a bejövő szereplő, aki csak abban az adott epizódban szinkronizál, vagy a következőben még benne van, de tehát, hogy nem fő. Na, ilyenekre gondolok, hogy ilyenek nagyon sok volt az életemben, most ne kérdezd, hogy melyik, de egy csomóban mentem így be, hogy magyarázták, hogy ez erről szól, ők a főszereplők, és én most mit tudom, én ki vagyok benne, egy nagybácsi, aki vidékről jött, vagy egy pasi, aki le akarja nyúlni a nőjét, és ez ugyanolyan jó. Illetve most van egy új, aminek nem fogom tudni a címét, amit az SD-ben szinkronizálunk, az egy fokkal komolyabbra veszi magát, de ott is rengeteg poén van, orvosos, a Sesták Szabi az öcsém benne, és tulajdonképpen róla szól a sorozat. Ezt lehet, hogy még nem is vetítik a magyar tévék, nem tudom. Ezt egy olyan fél éve kezdtük el, vagy akkor kerültem bele először. Én időnként jelenek meg, mint a Szabinak a bátyja, aki nem tud az életével mit kezdeni, pizzafutárként dolgozik, de egy nagyon érzelmes és nagyon intelligens srác, csak valamiért nem akar beállni a sorba, miközben a öccse meg beállt, mert egy orvos lett belőle, és egy kórházban jól menő állása van. És akkor az ő életébe trollkodik bele ez a figura, aki lenyúlja az összes nőt, megissza az összes sört a hűtőből, és nem akar megalkudni. Hát ezt nagyon szeretem, és zseniális poénok vannak ebben is. Most sajnálom, hogy a címét nem tudom. Lehet valami premier sorozat. Én szerintem mondom, még nem valószínű, hogy vetítik. Vagy ha igen, akkor passz, mert fel kéne hívni a Szabit, megmondja, nem biztos.